egy új játékot szeretnék kipróbálni, legalábbis számomra újat, ez pedig az Our Mountain, tehát a mi hegyünk. Ahogy láthatjátok, ez a játék egy kutyusról, illetve a gazdájáról fog szólni, és nagyon sokan azt írták a Steamen, hogy ez egy igazán megindító szép történet, úgyhogy kíváncsi vagyok rá. Ha minden igaz, több mint egy órás a játék, úgyhogy valószínűleg egy videóban nem fogom tudni végigjátszani, viszont ha tetszik nektek a történet, akkor azt majd jelezzétek lent a komment szekcióban. Na de akkor szerintem kezdjünk is egy új játékot, és ismerjük meg ezt a gazdit, illetve ezt a kutyust egy picit jobban. És hát tényleg nagyon kíváncsi vagyok rá, mert nagyon-nagyon jó értékeléseket kapott a játék a Steamen, viszont nem igazából láttam róla sehol se videót, konkrétan a YouTube-on is egy videó van róla. Aha, jól látom, ott van egy mentőhelikopter, illetve egy ember térdre rogyva, és hát tűzhangot hallok, szóval ez a helikopter, ez kigyulladt, igen, most már látni a lángcsóvákat is. Illetve itt van egy ilyen érdekes törzsi maszk. Wow. Lehet, hogy itt valami átkozás lesz? Ez meg mi a fene? Hát ez már most nagyon izgalmas. Valami itt történik. Ebben az erdőben, vagy ezen a hegyen valami furcsa történik. Az már biztos. Ott a kutyus! A kis poligon kutyus, azt a mindenit. Jó, hát nem a legszebb grafikailag. De hát a Minecraft se a legszebb játék, mégis az egyik legnépszerűbb. Aha, és szerintem ezek leszünk mi. Ez a szakállas csávó, sose pislog. De a kutyájával nagyon jól kijön. Egyen meg! Milyen édes ez a kis kutya. Hát hova lettünk? Hova lettünk? Olyan édesek egyébként a kutyusok. Az meg mi a fene? Az valami csipogós játék, vagy valami gyümölcs? Hát jól fejbe kólintottuk szegény kiskutyát. Nem biztos, hogy mi leszünk az év gazdija. De egyébként biztos nagyon-nagyon szeretjük őt, nem hiszem, hogy bármi baja lett volna ettől. Igen, a városból jöttünk azért, hogy megszabaduljunk a káosztól, illetve a levegő szennyezettségtől, meg minden egyéb stresszes dologtól. Ú, ez ilyen sétáló szimulátor lesz. Sok ilyennel játszottunk, és egyébként ezek tényleg nagyon szép történettel szoktak rendelkezni. Látok egy kis kutat. Mindjárt megnézzük, hogy ezen a kúton vajon mi lehet. Annyira izgatottak vagyunk, hogy bejelenthetjük, hogy több mint 5 kutat fúrtunk 2004 óta. Ezt a kútfúró cég hagyta itt, illetve, hogy lesz ebben a nemzeti parkban egy törzsi fesztivál, ahol sok mindent megtanulhatunk az ősi törzsekről, akik itt értek ennek a nemzeti parknak a területén 100 évekkel ezelőtt. Akkor lehetséges, hogy pont ez a törzs akar most majd bosszút állni? Felszettünk egy kis csontot, lehet, hogy lesznek ilyen kollektíbalak is akkor a pályán, amiket majd szépen összeszedhetünk. De egy kicsit elkezdek futni. Szeretnék a kutyusommal együtt lenni, ott is fut. Jó, rövidek egyébként a hátsó lábai. Én nem tudom, hogy ez most a sztori szempontjából ilyen, vagy csak a kutya ilyen furcsa. Minden esetre remélem azért semmi baja nincsen ennek a kutyusnak. De egyébként úgy alapjáraton szerintem ez ilyen izgalmas sztorinak tűnik első körbe. Ott is látok egy kis jegyzetet, azt is mindjárt elolvassuk. De ez most annyira pörgős játék nem lesz viszont, az biztos, hogy történetben gazdag. Aha, Karen Laforttal kaptunk egy levelet Charlesnak. Az almáid a legrosszabbak! Az összes rohadt volt, ez borzasztó, soha többet nem fogok tőled rendelni. Úgyhogy jó lenne, ha visszamennél inkább a városba, ne is beszéljük egymással. Hát remélem nem ez volt a csajunk, mert akkor ez bukta. Ez nagyon csúnyán bukta. De hát csak nem. Ha a mi csajunk lenne, én úgy gondolom, hogy nem mondana csúnyát az almáinkra. Na, de merre szaladt a kutyus? Nem tudok egyébként váltani? Tök menő lenne, hogyha tudnék az emberrel is, meg a kutyussal is menni. Egyébként lehet, hogy pont most lesz valami ilyesmit csavar. Aha, a kutyus az apukájától kapta születésnapjára, és megígérte neki, hogy mindig foglalkozni fog vele. Buddy az egyetlen, aki maradt nekem. Húha, most mi történik? Ne! Ne! Úristen, miért? Miért csinálod ezt velem, játék? Nem már! Nem elég, hogy az almáimat lerohadtozták, de még a kutyám is elpusztult. Mi történt itt? Mi történt itt? Ne, gyógyszerre van szüksége szerintem. Buddy labdája, nagyon szeret vele játszani, de hogy tudnék neki gyógyszert hozni? Bent lesz tuti a házba. Jó, rohanjunk be a házba, de fussunk már! Hát én ezt nem hiszem el. Hol van a gyógyszer? Hol lehet? Itt van, jó, megvan. Rohanás kifele. Remélem még nem késő, nagyon-nagyon remélem. Ez borzasztó drámai, egyből így a játék elején. Jó, még dobog a szíve. Nekem is amúgy így ver most a szívem. Sikerül megmentenünk a kutyust? Léci! Nem akarok szomorú lenni. Jó, sikerült, felkelt. Hú, a poligon kutya megmenekült. Ez egy jó hír. Viszont körbe szeretnék nézni azért majd ott a házban. Milyen gyógyszer? 2 darab maradt. Ó, beteg a kutyus. Próbáltam neki mindenhogy segíteni, de semmi sem működött. Aha, és azért megyünk most a városba, mert ott van kórház a kutyusnak. És kocsival fogunk megindulni? Hát mondjuk akkor nem biztos, hogy jó ötlet volt kiköltözni a városból. Hogyha van egy beteg kutyánk, akit amúgy állatorvoshoz kellene hordani. Wow, ott van az a maszk. Lehet ez az egész betegség egy törzsi átok? Bár mondjuk mi bajuk lenne a törzsi embereknek egy kis kutyával? Ögyön meg, Buddy-kám! Hát megmentünk, jó? Nagyon cuki amúgy ez a kutyus. Mindent szeretnék elfelejteni, nem tudom, hogy jó ötlete visszamenni. De annyira fáj. Ó, pedig a házba jó lett volna körbenézni, csak valahogy nekem az volt meg, hogy egyből beadjuk neki a gyógyszert. Nem tudom, hogy mi most oda vissza tudunk-e menni. Mert ott láttam jegyzeteket, meg mindenfélét, tudta, hogy egy csomó izgalmas dolgot megtudtunk volna. Így magáról a karakterről. Már csak néhány mérföld van hátra. Aztán elérjük a nagyvárost. Viszont már nincsen túl sok időnk hátra. Ez nem hangzik jónak. Hát igen, ez nem a házunk. Van itt egy szép stoptábla. Meg egy ilyen információs rész. Mindjárt megnézem, hát ha itt találunk valamit. Bejelentés minden itt dolgozónak. Követniük kell a csapat utasításait, és csatlakozniuk kell egy biztonsági tréninghez a főhadiszálláson. A tréning 1 hónapig fog tartani. Minden alkalmazottnak fel kell készülnie ruhákkal, illetve vigyék magukkal a tárgyaikat is, mert ott kell, hogy aludjanak. Aha, jó, oké, és akkor van itt törött walkie-talkie, ezt az itteni dolgozók használták. Hát akkor ezzel sok mindent nem tudunk sajnos kezdeni, viszont meg tudjuk simogatni Buddyt! Jéj! Bár egyébként inkább szerintem segíteni kellene neki, hogy eljusson a kórházig, de ha minden igaz, akkor van itt egy X-jel nekünk, és lehet, hogy valóra fog válni az, amit akartam? Úgy néz ki, hogy igen, mert tudom irányítani Buddyt. Akkor viszont egyébként lehet, hogy azért érnek a hátsó lábai, mert azzal is van valami probléma. És akkor itt azt írja, hogy olyan dolgokat láthatunk vele, amiket ugye az emberek nem látnak. 2 ember beszélgetett, illetve, hogyha jól látom, ott jött még egy. Ezeknek neki tudok menni, viszont itt mutat nekem egy ilyen kapcsolót, úgyhogy azt kellene szerintem elérnünk. Hát, ha esetleg azzal ki tudnánk ott nyitni azt a kaput. Ilyen csontjeleket is mutogat nekünk. Áááá! X-el akkor vissza tudok váltani, és akkor most már keresztül tudunk itt menni. Azt nézem viszont, hogy ez a csontjel ez itt mi lehet? Vagy lehet, hogy csak azt mutatja, hogy Buddynak arra fele kellene mennie? Arra fele van a megoldás? Lehet, hogy nem akarja, hogy túl sokat gondolkozzak. My name is Charles. A nevem Charles. I was born and grew up in a large city. Egy nagyvárosban nőttem fel. Everyone is sleeping, I'm in the kitchen. Mikor mindenki alszik, akkor én a konyhába vagyok. When I arrive at work, outside will still be dark as though it were nighttime. There's only the watch that tells me whether it's time to be asleep or awake. Csak az óra mondja meg, hogy mikor kell ébren lennem, vagy éppen aludnom. Tehát egy kicsit más bioritmusban élt, mint a többi emberke. És itt vannak eltűnt emberek. Azért zárt be a park, mert 27 ember is eltűnt. Ú, ez mondjuk azért parának hangzik. Remélem velünk azért ilyen nagy probléma nem lesz. Ezzel az autóval mit tudunk csinálni? Hello, éppen próbáljuk megvizsgálni ezt az ügyet, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy hagyunk itt néhány jegyzetet, ha esetleg valami történne velünk. Kérlek, kívánj nekünk sok szerencsét, Jim és Mike. Nézzük meg, hát ha esetleg látunk valamit. Aha, itt van az a 2 rendőr, aki ugye itt hagyta a jegyzetet, azt már biztosan látjuk. Illetve itt vannak még ezek, hát ha ezekről is többet megtudhatunk. De úgy látszik, nem. Ó, viszont itt van egy csont. Aha, és erre is van itt egy csont. Itt valahol én keresztül tudnék menni? Valahol csak keresztül tudok akkor itt menni. Tég azért nem szeretnél engem ott átemelni? Na jó, hát akkor lehet, hogy nem is arra fele kell menni. Megpróbálok még azért itt jobban körbejárni, mert nem tudom, hogy innen jöttünk-e, vagy a másik oldalról, de szerintem lehet, hogy csak meg kellene kerülnünk ezt a területet. Mindjárt meglátjuk. Mert szerintem ezzel most tettünk egy nagy kört. Igen, jó. És akkor jön utánunk a gazdi is. Ó, egy kis vadmalac. Egyen meg! De édes! Valahogy azért szerintem őt ki kellene innen menekítenünk. Úgy tűnik, hogy csapdába esett. Jó, jó fejek leszünk, kiszabadítjuk a kis vadmalacot. Jó nehéz feladat volt, de remélhetőleg hálás lesz majd. Lesz lehetőséged meghálálni szerintem, ez kismalac. Van olyan érzés, hogy ennek fontos jelentősége lesz, hogy ezt kiengedtük innen. De majd kiderül, lehet, hogy amúgy abszolút nem. De én úgy gondolom, hogy ez egy fontos jelenet. Egy olyan szobából dolgozott, ahol soha nem láthatta az eget. Minden nap a főnökével kellett lennie. Már nem is emlékszem a nevemre, de sajnos haza kell mennem, és akkor újból sötétek lesznek az égboltok fölöttem. Nagyon-nagyon nem örül annak az ember, hogy ugye haza kell mennie, vissza kell mennie, a kutyájáért mindent megtesz. Itt van egy csajszi, aki itt ücsörgött, illetve itt is látok még egy hölgyet, viszont én most szerintem visszaváltok, és akkor megnézzük, hogy mik vannak még itt. Kis bögre. Ez pedig egy ilyen hűtődoboz. Aki kempingezni megy, annak szüksége van egy kis vízre. Jó lenne egy kis hűvös vizet inni. Csak gondolom ebben már nem nagyon van víz. Különben csak magunkhoz vettük volna. Bár mondjuk azért másnak a dolgait elvenni sem lenne annyira szép dolog. Van itt még esetleg, valahol láttam itt még ilyen kis csontot. Ja, megnézzük, Buddy simán kiszagolja szerintem az ilyeneket. De szerintem itt láttunk mindent, úgyhogy menjünk tovább. Az emberrel viszont egy kicsit gyorsabb, mint a kutyussal. Aha, ott már látok is valamit itt a hídon. Ezek halak? Hogy kerültek ezek ide? Egy élőlény a vízi világból. Sajnos rossz helyen van. Hú, ez egyébként egy szép terület. Szépen körbenézünk. És ott van a nagy büdös város, ahova vissza kell mennünk. Hát ez szomorú, akkor ez volt a játéknak a bevezetője. Nincs más választás, kutyust meg kell menteni, és vissza kell menni abba az életbe, amit már magunk mögött akartunk hagyni örökre. Egyébként ez tényleg nagyon rossz lehet, hogy az ember elhatározott valamit, de aztán az élet úgy hozta, hogy mégsem tud megszabadulni attól, amit szeretett volna teljesen elfelejteni a múltban. Valami kis vízesést, vízcsobogást hallok. Azt a mindenit, tehát itt aztán nagyon folyik a víz. És itt van a kutyus, jó, itt van a kutyusom. Hadd simogassalak meg téged. Egyen meg. És vajon itt merre kell mennünk? Abba az irányba, vagy ebbe az irányba? Mindjárt Buddyval kiszimatoljuk, hogy merre felé vannak itt érdekes dolgok. Erre nem tudunk menni, akkor csak erre fele. Aha. Szerintem ezek is rendőrök lesznek, és ebbe az irányba indultak meg. Ide nem lehet bejönni, nem lehet belépni. Olyan vagyok, mint egy hajó, tele arannyal, ami már keresztül ment mindenen. Annyira meggyötörte az élet, hogy úgy érzi magát, mint egy hajó, ami a viharban próbálja átvinni az árut, de hát csak úgy menekülhet meg, hogyha az áru veszni hagyja. Gondolom ez is a lelki állapotára utal. De azért az komoly, hogy itt ennyi arany van. Ezt nem veszi föl senki, nem kell senkinek. Elvinném, de túl nehéz. Vannak fontosabb dolgok is. Buddy élete, nem pedig az arany. Hát ez így igaz, egyébként nyilván a kutyus élete a legfontosabb. Néha olyan furán viselkedik ezzel a kutyával, néha meg azt mondom, hogy tényleg ő a évgazdája. Körbe kellene szimatolni, ott például látok egy kis csontot. Úgyhogy szerintem itt a fatövébe akkor azt megtalálnánk mi is. Itt is van, csak egy kicsit kellett volna tovább jönnöm. Mindegy, legalább tudjuk akkor, hogy ezt találtuk volna meg. És az az autó, az meg mi a fene, viszont ott keresztül tud menni a kutyus. Azt most ide látom. Úgyhogy megnézzük, hogy itt vajon mi van. Akkor ezek a kis lebegő csontok azt jelzik, ahol a kutya tud csak keresztül menni, a karakterünk nem. Ó! Lehet meg kellett volna nézni, hogy mi volt itt előtte az akadály. Úgy tűnik, hogy rengeteg falusi próbál itt keresztül törni ezen a rendőrségi akadályon. Szeretnének eljutni a városba, a parkon keresztül, mert ez a legrövidebb út, gyalog. Remélhetőleg a rendőrség ezt tudja majd kezelni. Most akkor rosszak vagyunk, hogy errefele sétálunk? Oké, bezárt a park, de hát a kutyám élete! Az a legfontosabb, ne vicceljenek már. Majd megmondom a rendőröknek is, hogy hékás. Van ám itt most fontosabb dolog is. De mi ez a hang? Nagyon para amúgy. És hova esett le az a doboz, amit lelökött a kutyusom? Arra kellene itt most rájönnünk. Nézzétek csak. Itt valamit jelez nekünk a játék. Bár olyan, mintha a kutyát követné. Nem, ehhez az oszlophoz jön. Ezt az ajtót nyitná ki nekünk az az oszlop? De azt hogyan tudnám én ott aktiválni? Lehet, hogy azt el lehet forgatni, azt az oszlopot? Na nézzük meg hát, ha akkor ezt az oszlopot el lehet forgatni valahogy. Hát lehet vele interaktálni. Aha, szerintem ezzel fogjuk ott akkor azt kinyitni. Szóval itt volt még egy csont. Én ezt összegyűjteném. Már 6 darab csontot összegyűjtöttünk a 30-ból, szóval azért eléggé jól haladunk szerintem a játékkal, és akkor errefele. És hát nem tudom amúgy mi lesz, hogyha rendőrökbe ütközünk. Max kapok egy kis büntit, belefér, na azért mégiscsak a kutyánk életéről van szó. Mit számít ilyenkor egy kis pénzbírság? Milyen jól néz ki ez a kapu is. Azt a mindenit. Aha, az vezet minket el a városhoz, vagy? Ez tökre olyan, mint a Simsben, tudjátok, volt ez a kiegészítő, az egy farkas? Akartam mondani, hogy ez olyan, mint a Jungle Adventure a Simsben. Mint amikor itt, tudjátok, szabjával kellett keresztül menni, nem tudom, hogy hányan emlékeztek még rá, de az amúgy tök menő kis kiegészítő volt, meg a sorozatot is nagyon szerettem abból csinálni. Hát nézzük meg, hogy mi van itt. De az a farkas az nem volt valami bizalomgerjesztő már, mint egy kicsit azért tartok attól, mi van, hogyha összefutunk vele. De azért nagy baj csak nem lesz. Ez egy emlék? Emléknek tűnik. Á, vakarom a fejemet. Kutya csak labdázni akar, de lehet, ez a labda fogja majd megmenteni az életünket, vagy legalábbis az ő életét. Ott is van egy autó. Mindenhol ilyen autók vannak. Össze-vissza, a földbe, de hogy kerülnek ide ezek az autók? Itt is hallom ezt a furcsa suttogást. Mindjárt megnézzük, hát ha esetleg Buddy lát valamit, amit mi amúgy nem látnánk. Itt például van egy jegyzet. És tovább kutakodtak a rendőrök. Egyébként, ha ti már úgy nagyjából látjátok magatok előtt a sztorit, hogy miről is szólhat, nyugodtan írjátok meg, mert imádom, amikor ilyen teóriákat írtok játékokkal kapcsolatosan, hogy szerintetek mi történhetett. Nyilván ilyen gondolatébresztő játék is. Na jó, szerintem akkor olvassuk itt el ezt a jegyzetet, és akkor utána pedig menjünk tovább. Keresztül sétáltunk ezen a kapun, amit az ősi törzsiek építettek, akik itt éltek 100 évekkel ezelőtt. Nem tudok túl sokat a történelmükről. Az viszont biztos, hogy a jelenlegi szituációban én vagyok az egyetlen, aki látta azt a helikopterroncsot az úton, ami olyan volt, mintha egy horrorfilm lenne. Sajnos ezen az ősi úton kell a parkban keresztül sétálni, egyébként nem engedném be ide az embereket. Szeretnénk meghagyni olyannak, amilyen ez eredetileg is volt. Á, szóval akkor azért van ez a hely eredetileg elzárva a látogatók elől, mert nem akarják, hogy kárt tegyenek benne az emberek. Szeretnék meghagyni olyannak, mint amilyen ez ugye volt 100 évvel ezelőtt is. Apával azt terveztük, hogy egy kis boltot nyitunk. Annyira jól mentek a dolgok. Mindenki várta. De aztán sajnos le kellett, hogy mondjuk ezt az egészet. És már sajnos nem is lesz erre lehetőségünk. Ó, de vajon miért? Miért bukott meg ez a terv, hogy egy boltot nyissanak az apukájával? Összevesztek? Remélem azért baj nem lett az apukájával. Ez ugye eléggé sad story lenne. Aha, itt látunk megint egy kaput, amit majd arra fele tudunk kinyitni azzal a kővel. Illetve vannak itt ilyen üvegek, meg zsákok. Ezek szemetes zsákok, rengeteg szemét van itt. Na most már akkor megértem, hogy miért nem engedik be ide az embereket. Ha ilyen mocskosan hagyják itt a parkban a dolgokat, akkor abszolút érthető, és egyébként lehet, hogy pont ezért is mérgesek a törzsiek. Ezért akarnak bosszút állni a modern emberen. Nézzétek meg, WC-ülőkkel, meg mindenféle ilyen csúnya üvegek, vizes palack, mindenféle mocskos szemét, rumos üveg. Aha. Jó, hát akkor nyissuk ki ezt a kaput. Ez mi ez a hang? Szarvas! Őzike, kisgida! De mi előfut? A farkas lesz az! Veletek mi történt? Jaj, csak pihennek, jó? Már kezdtem félni, hogy valami baj van velük. De érdekes, hogy itt nagyon-nagyon megrémültek az állatok, mondjuk lehet csak tőlem. De azért megnézem, hogy ha Buddyra átváltunk, akkor ő esetleg lát-e még itt valamit. Ki tud-e valamit szimatolni? Ez itt mit csinál? Csak lenyomja ezt a követ, vagy nem? Megpróbálták arrébb tolni ezt a követ, de miért? Hogy ne tudják kinyitni ott azt az ajtót? Mondjuk ez is egy módja. Na jó, nézzük meg akkor, hogy hova vezet az az ajtó. Egyelőre egyébként szerintem nagyon izgalmas ez a kis történet. Ú, és ez egy barlangba hoz, vagy mi ez? Nem barlang, csak hirtelen azt hittem. Ha? Úri, semmi történt? Megőrülünk? Rendőröket hallunk. Wow! Lehet, hogy itt fog sötét fordulatot venni ez a sztori? Egyre közelebb vagyunk a városhoz, illetve a törzsnek a székhelyéhez is. Hűha! Lehet, hogy nagy baj lesz, úgyhogy skacok, én azt mondom, hogy szerintem láttátok, hogy milyen is ez a játék, úgyhogy ha szeretnétek ebből a játékból folytatást, hogy megnézzük, hogy mi is a játék vége, sikerül-e eljutni a városba, sikerül-e megmenteni a kutyát, akkor azt jelezzétek nekem egy like-kal, illetve írjátok meg lent a komment szekcióba is, és írjátok meg azt is, hogy szerintetek mi történhetett ebben a játékban. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem jól éreztétek magatokat a mai nap is. Hogyha esetleg szeretnétek még további videókat megnézni, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Több mint 1800 videót készítettem nektek a 11 év alatt, úgyhogy rengeteg, de rengeteg videós tartalmat megtaláltok nálam. Köszönöm, hogy itt voltatok, Andi voltam, sziasztok!